Sebestyén József úr, szeretettel köszöntöm. Szeretettel köszöntöm én is a szerkesztő asszonyt, örülök, hogy ismét találkozunk a stúdióban. Én is köszönöm, hogy itt van, és én is örülök, ugye Veszprémből mindig följön hozzánk, azért ez egy nagy, nagy út, és köszönöm, hogy mindig időt szán ránk. Viszont ami fontos, hogy ugye pótfelvételire is van lehetőség a Veszprémi Érseki Tudományi Főiskolán. Igen, így van. Én is láttam a váróban a bejátszást, a főiskoláról készült bejátszást. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy mind a nevünk, mind a honlapunk címe 2021 szeptemberétől változott. A főiskola Veszprémi Érseki Főiskolaként folytatja tevékenységét, és nem azért, mert kikerültek a hittudományok a portfóliójából, de bővült állami szakokkal a kínálatunk, illetve a honlapunknak a címe, hogyha valaki érdekelnek a szakjaink, a képzési kínálatunk, a honlapunknak a címe most már érsekifőiskola.hu, és nem vhf.hu, ugye az a régi Veszprém Érseki Hittudományi Főiskolának a mozaik szava, ennek a rövidítéséből keletkezett a régi honlapunk, most már érsekifőiskola.hu, mint ahogy az intézményünk is. Érseki Főiskola, ez annyira nem köztudomású, azért mondtam el, mert szerettem volna ezzel is azt az irányváltást jelezni, hogy az érseki főiskola most már egyre inkább állami szakokat is szeretne meghonosítani, elindítani a főiskolán. Visszatérve az ön eredeti kérdésére, valóban van lehetőség a pótfelvételi keretében a Veszprém Érseki Főiskolán is megjelölni még szakokat. Holnapi határidővel, tehát a központi pótfelvételi eljárás keretében holnapi határidővel szociális munka alapszak jelölhető meg, tehát erre lehet jelentkezni, de csak önköltséges formában és levelező munkarendre. Jó, tehát hogyha valaki még szeretne szociális munkára jönni, akkor hozzánk jelentkezhet, de kizárólag levelező munkarenden és önköltséges formában. Illetve ott van a másik fő szakunk, ami által továbbra is a hittudományi és a teológiai tudományokat műveljük, a hittanár-nevelő tanárszak. Erre viszont lehet önköltségesre, államilag támogatottra, illetve nappali és levelező munkarendre egyaránt jelentkezni. Ennek a határideje augusztus 15-e. Ugye ezek a graduális, tehát az alapképzési szakok, amelyeket lehet választani, amelyekre lehet jelentkezni. Ami talán kevésbé közismert, és hát a Veszprémben élő EVTN televízió nézőknek üzenem, akik mondjuk pedagógus pályán vagy szociális intézményekben dolgoznak, hogy van lehetőség augusztus 31-ig az úgynevezett szakirányú továbbképzésekre, posztgraduális képzésekre jelentkezni. Mind a szociális ágazat számára vannak meghirdetett szakirányú továbbképzések, mind pedig a tanári pályán dolgozók számára. A főiskola honlapján megtekinthető a teljes kínálat, a teljesség igénye nélkül említek néhányat a szociális területen, iskolai szociális munka, alkalmazott szociális gerontológia, pedagógus képzési területen szakirányú továbbképzések, amelyekre lehet jelentkezni. Szintén a teljesség igénye nélkül osztályfőnöki szakvizsgát adó pedagógus szakirányú továbbképzési szak, aztán nagyon népszerű a közoktatási vezető képzésünk, tanulásmódszertan, tanulásfejlesztés. De van olyan is, ami nem ad szakvizsgát, hanem kétfél éves, mondjuk úgy normál szakirányú továbbképzés, kora gyermekkori fejlesztő asszisztens képzésre is lehet jelentkezniük pedagógusoknak, vagy fejlesztő differenciáló mentor pedagógiát is lehet tanulni nálunk. Tehát, hogy elég széles a portfólió, én azt javaslom a nézőknek, hogy nézzék meg a főiskola honlapján a szakkínálatot, mert elég bőséges, és hát amit elfelejtettem mondani, nem csak a szociális és a pedagógus képzési területen, hanem hitéleti képzési területen is vannak olyan szakirányú továbbképzéseink, amelyeket a főiskola fejlesztett le, tehát hogy ha minden igaz, ezeket még egyetlen egy magyarországi katolikus felsőoktatási intézményben sem lehet tanulni, és talán nem is indították utánunk még. Az egyik, amitől a legtöbbet várjuk, még azt nem merném állítani, hogy a legnépszerűbb, de ettől várjuk a legtöbbet, az a testteológia. Ezek kétfél éves szakirányú továbbképzések, tehát diplomát adnak. A másik az egy élethigiéniai spiritualitás, amelyben életvezetési, keresztény életvezetési technikákat lehet többek között tanulni. A harmadik az pedig egyházi közösségszervezés, közösségfejlesztés, közösségvezetés. Tehát, hogy elég bőséges a szakirányú továbbképzési kínálatunk. Ezekre a jelentkezési határidő augusztus 31-e. Itt
ez nagyon-nagyon fontos, ez a két szakirány, amit mondott, a testteológia és ez az spirituális, meg életvezetési irány. Miért tartották fontosnak, hogy ezeket mindenképpen bevezessék a főiskolán? Mert hogy azért ezek nem mindennapi képzések. Pontosan ebben a korosztályban a testteológiájával foglalkozni sem egyszerű. Ez egy kiváló kérdés, mert több korosztály érdeklődésére számot tart a test. A testiség, testiséggel való foglalkozás. Keresztény körökben is, keresztény értelmiségi körökben a szexualitás, annak az egyházi értelmezése, hát, és a többi. Hogy miért pont a testteológia? Azért a testteológia, mert a főiskola kijelölt önmaga számára három fő missziós célt. Az egyik a család és gyermekvédelem kérdése, a második a teremtésvédelem, a harmadik az pedig az önkéntesség kultúrájának a helyi meghonosítása, megerősítése. A testteológia az első két misszióhoz kapcsolódó vállalás. A testteológia egy olyan gyakorlati teológiai ága, amelyen keresztül azt próbáljuk meg, azt a hihetetlen tudást és Szent János Páli katekézist átadni, amelynek az a lényeg, hogy a testünk mond valamit Istenről, nem csak önmagunkról, Istenről. Hogyha etimológia elemezzük a szót, hogy a testteológia az azt jelenti, hogy Istenről való beszéd a testünk által, a testünkön keresztül, hogyha szabad fordításban adom vissza. Ezekre a képzésekre egyébként per pillanat úgy vannak meghirdetve, elnézést a passzív szerkezetért, hogy hitéleti szakemberek jelentkezhetnek csak, rá is pedagógusok. Katekéták, hittantanárok, pedagógusok, bármely szakos pedagógusok. Uh-huh. De szeretnénk kiterjeszteni a bemeneti kört bármely diplomával rendelkező számára, vagy bármilyen diplomával rendelkező számára, akár tudom én, művelődés szervezők jelentkezhetnek rá, fizikusok, matematikusok, tehát bárki, akit érdekel az, hogy mit mond el a testünk önmagunkról, Istenről, az emberi kapcsolataink, a család emberi kapcsolatainkról, tehát a család és gyermekvédelem nézőpontjából a testteológia egy nagyon fontos dolog. Az életvezetési technikákat tanító, vagy életvezetési technikák alkalmazására felkészítő élethigiénia és spiritualitás képzés is nagyon fontos. Ez a hiánypótló is rendkívül fontos ma. Igen. Tehát, hogy... És hát... Mondom, ezek kapcsolódnak a főiskolának ezen hármas missziós célrendszerje, ez ugye a teremtésvédelem egy másik alappillére ennek a missziós célrendszernek, és ezen missziós célrendszerek mentén indítottunk el egy jelentős fejlesztési irányt a főiskolán, egy két vonalon, két vágányon haladó fejlesztési irányt. Az egyik vágány az a hagyományosan felsőoktatási alapfeladatellátáshoz kapcsolódik, az oktatási portfólió, a szakok, a meghirdetett szakoknak, a szakok létszámának a fejlesztése horizontálisan, vertikálisan, illetve kutatásfejlesztés. Tehát oktatásfejlesztés, kutatásfejlesztés, ez kapcsolódna a felsőoktatási alapfeladat ellátásunknak a megújulásához. És a másik fővágány az pedig egy kívülről is elérhető szolgáltatásfejlesztés. Tehát nem csak a főiskolások, egyetemisták belső kör számára, hitéleti szakemberek számára elérhetővé tett szolgáltatások, hanem gyerekek, középiskolások, a középiskolások szülei, a helyi társadalom számára elérhető szolgáltatások. Ezek a szolgáltatások, ezek, hát ha csatlakozhatnék az ön által mondottakhoz, olyan értelemben hiánypótlók, hogy megszoktuk, hogy az intézményes nevelés oktatásban, meg a felsőoktatásban már egyre nagyobb, egyre jobban jelen van, és egyre nagyobb részében a nevelési oktatási időnek a támogató tevékenység, pszichológiai támogató tevékenység, iskolai szociális munkások által végzett támogató tevékenység, a felsőoktatásban mentálhigiénés, konzultációk, stb. Most mi ezeket szeretnék elérhetővé tenni külső szereplők számára, bármely állampolgár számára, alacsony küszöbű szolgáltatásként, fizetős szolgáltatásként egyaránt. A főiskola létrehozott három, erre a célra, a szolgáltatás fejlesztési célra létrehozott három szervezeti egységet, egy pasztorális intézetet, egy lelki gondozó és mentálhigiénés központot és egy tehetséggondozó központot. Erről beszéltem is már önnel az előző beszélgetésünk alkalmával, hogy ez a három szervezeti egység formálódik. Most ez létrejött, és el is kezdtük fejleszteni a szolgáltatásokat. Hogyha megengedi szerkesztő asszony, itt megemlítenék néhány szolgáltatási csomagot, ami érdekes lehet, mert úgy tűnik, hogy ez egy, hát mondjuk ugye egy vegytiszta, elkülönül szolgáltatás, de azért kapcsolódik a felsőoktatási alapfeladatellátásunkhoz, a kutatásokhoz, az oktatásokhoz.
Az egyik ilyen szolgáltatási csomag a lelki gondozás, mentálhigiénés központunkon belül, az a pályaorientációs, életpályatervezési szolgáltatás. Ezt kifejezetten középiskolásoknak kínáljuk, és a szüleiknek, vagy az osztályfőnökeknek. Nagyon sokszor találkozunk a pályanyitási pánik jelenségével. Igen. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy az érettségiző diák nem nagyon találja a helyét, nem tudja, hogy mit szeretne kezdeni. Sőt, tehát ugye szerintem nyugodtan kimondhatjuk, hogy azért a diákoknak vagy a fiataloknak a nagy része ebben a korban, tehát 17-18, amikor dönteni kell, tehát ezt a súlyos döntést vagy nehéz döntést meg kell hozni, még azért bizonytalan, vagy nem mindig tudja. Van, hogy valamilyen kijelölt útra támaszkodik, amit esetleg a szülő ajánl neki, tehát hogy azért ez egy érzékeny időszak. Nagyon érzékeny maga az időszak az én identifikáció, vagy az identifikáció szempontjából is, meg érzékeny olyan szempontból is, hogy rengeteg hatás éri a középiskolásokat. Úgy, ahogy ön is mondta, nagyon jól látja szülők oldaláról, osztályfőnökök, pedagógusok, barátok, tehát saját korosztálya részéről, vagy oldaláról felül érik olyan hatások, olyan információk, ingerek, amelyekben nagyon nehéz eligazodni. Globális környezeti hatások, társadalmi, politikai, piaci hatások. Tehát tulajdonképpen a mi fejlesztéseink többek között ilyenekre is szeretnének reagálni. Tehát azért indítottuk ezt a jelentős szervezet és tartalomfejlesztést főiskolán, hogy jobban tudjunk reagálni a piaci, gazdasági, munkaerőpiaci, gazdasági, társadalmi, hitéleti jelenségekre, folyamatokra. És akkor visszakanyarodva még egy gondolat elejéig a szolgáltatási csomagjainkra. Ugye itt az életpályatanácsadás, a pályaorientációs tevékenység az csak egy modulja, egy eleme ennek az egész lelki gondozási folyamatnak. Mert tulajdonképpen, ugye, ahogy említettem is, azért itt arra fókuszálunk, hogy Ne csak a fiatalok, hanem bárki kapjon. Igen, már diplomával rendelkező, beállt irányba. Így van, pontosan, aki beállt irányba, azok számára is hasznos az élettervezés, életpályatervezés. Pszichológusok segítségével, tehát pszichológusokat is alkalmazunk, a pedagógusok és a szociális szakemberek számára fejlesztünk, még azért van, ami folyamatban van, olyan tanácsadói tanácsadásokat, konzultációs szolgáltatásokat, amelyek vagy a kiégés ellen védik meg, tehát mondjuk így preventív jelleggel a kiégés ellen erősítik meg a szakembereket, vagy pedig reaktív módon segítenek a kiégésben szenvedő szakembereknek. Aztán egy másik nagy kör lesz például az iskolai közösségi szolgálatba való bekapcsolódás, mert az iskolai közösségi szolgálaton keresztül, hogyha ott találkoznak a középiskolások a főiskola munkatársaival, mentálhigiénés szakemberével, pszichológusaival, egyrésztről bevonódnak egyfajta életpályatervezési folyamatba, másrésztről talán megtalálhatják azt a munkát, azt a feladatot, azt a tevékenységet, amelyben jól érzik magukat, amely örömet okoz számukra. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy olyan tevékenységet, olyan munkát végezzek, amelynek során jól érzem magam, hát amelyben fel tudok oldódni. Így van. És ennek a filozófiája mentén, meg ennek az irányított tervezet fejlesztése mentén jött létre a tehetséggondozó központunk, amely azt vállalja, azt a missziót, azt a küldetést, hogy tehetségmentorokat delegáljon az egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézményekben, illetve tankerületes köznevelési intézményekben tanuló tehetséges diákok számára. Szeretnénk azt a kultúrát, azt a tudást bevinni a köznevelésbe, hogy olyan tevékenységet válasz, olyan szakterületet válasz, amelynek a művelése, végzése közben feloldódsz, jól érzed magad. Jön a flow állapot, így van. De ez a személyes tehetséggondozás kérdése, ez nagyon fontos minden oktatási intézményben, és főleg ugye ott, ahol nem csak oktatás folyik, hanem nevelés is, és hogy ott a nevelésen belül legyen személyes tehetséggondozás. Pontosan. Ez elengedhetetlen. Maximálisan egyetértek, és erről múltkor is beszélgettünk, hogy a mentorokat pontosan arra fogjuk felkészíteni, hogy erős személyes kötődések mentén, ne csak kompetenciafejlesztő, tehetségterületfejlesztő tevékenységet végezzenek, hanem személyiségfejlesztő
tevékenységet is végeznek. Nyilván a kettő azért nem elválasztható. De azért vannak tutorálások, mentorálások, ezek szakmailag ugye különböző dolgokat jelentenek. Tehát nekünk az a célunk, hogy komplex támogató jelenlétet kapjanak a tehetséges diákok. És itt szeretném elmondani, nem csak szerkesztőasszonynak, a bennünket néző szülőknek is, hogy ne gondolják, hogy csak az a tehetséges, de gondolják, hogy csak akkor tehetséges a gyerekük, hogyha nem tudom, a zsenialitás jeleit mutatja, hogy egy kis Einstein, nem. Nem, mindenki is vannak fokozatai, szintjei. Egyrésztről vannak szintjei, vannak különböző tehetségterületek, másrésztről nagyon fontos azt látni, hogy mindenki tehetséges olyan tevékenységben vagy olyan feladatban, amelynek a végzése során jól érzi magát és fel tud oldódni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig tehetségessé és kiválóvá válni, ez egy folyamat. Ezek közhelyek, hogy nem azonnal, nem velünk született módon válunk tehetségessé valamiban, az egy nagyon hosszú fejlesztési folyamat, amely azon múlik, nem, ha azt mondom, hogy fejlesztési folyamat, akkor talán kiiktatom ezzel a tudat alatt a személy aktív részvételét, nem? Tehát ehhez kell az én aktív részvételem is, tehát nem elég, ha valaki fejleszt. Igen. Tehát az önmagában nem vezet sikerességhez, hogyha van egy jó fejlesztőm, egy jó mentorom, de én nem veszek részt aktívan. Hát kell a jó mentor, nagyon-nagyon kell a jó mentor, de hát azért szokták mondani pontosan ezek a jó mentorok is, hogy azért a tehetségnek egy olyan 90% a munka, és akkor a maradék az ugye az adottság, de az önmagában kevés. Tehát azért kell a... Kiváló, zseniális magyar tudósunktól, kutatónktól, Csíkszentmihálytól, így van, is tudjuk, hogy azért a G-faktor az sokkal kisebb arányban vesz részt a sikerességhez vezető úton, mint az úgynevezett E-faktor, a környezeti faktor. Ezt egyébként ezt Cejzel Endre mutatta ki, bocsánat, nem is Csíkszentmihályi. De hát Mihály, őt pedig említettük itt a flow miatt. A boldogság, meg... vagy a pozitív pszichológia kapcsán. Pontosan. Na és hogy visszakanyarodva, tehát hogy ugye itt alapvetően nem csak az a lényeg, hogy legyen egy mentorom, meg legyen valaki, aki felismer bennem egy tehetségterületet, és akkor azt fejleszti, és akkor én ebben, nem tudom én, egy bizonyos idő elteltével én tehetséges és sikeressé válok, mert még önmagában ez sem, tehát a ráfordított időfaktor sem garantálja sikerességet, hogyha az egyén például nem tanulja meg a kudarc tűrést. Igen. Tehát a kudarc tűrő képesség, hogy hányszor, meg hányszor kell, vagy fogok elesni ezen az úton. Ez nem csak a tehetség mentorásban fontos kérdés, az életvezetésben is egy fontos kérdés, amiről beszélgetni kell. Ez biztos. És nagyon szeretnék elmondani ezen kívül még egy fontos fejlesztést a főiskolán. Tehát ugye itt ezekkel a központokkal, intézettel az a cél, hogy minél több középiskolást, fiatal diákot és a szüleiket, pedagógusaikat elérjük. Szeptembertől elindul egy úgynevezett teológiai akadémia. Ez a teológiai akadémia, ez úgy szerveződik, hogy az előbb említett hitéleti szakirányi továbbképzésekből meghirdetünk egy-egy kurzust. Ha úgy tetszik, ilyen à la carte jelleggel, vannak társfelsőoktatási intézmények, amelyek ezt a terminológiát alkalmazzák, vagy használják. Tehát lehet választani a testteológiából is, az életvezetés, vagy az élethigiéni és spiritualitásból, meg az egyházi közösségszervezésből is modulokat, vagy egy-egy tantárgyat, amelyet el lehet csak úgy végezni, hallgató jogviszony létrehozása, vagy hallgató jogviszonyon kívül. És erről igazolást adunk ki. Aztán valaki úgy dönt, hogy később az egész képzést elvégzi, akkor azokat az elvégzett és tanúsított kurzusokat beszámítjuk. Tehát, hogy egy ilyen kezdeményezéssel is próbáljuk így bevonni az érdeklődőket a főiskola képzési rendszerébe, és nem tudom, mennyi idő van. Még van egy néhány percünk, és akkor még egy kérdésre készültem, ami fontos. Meghallgatom a kérdést. Illetve lehet, hogy nem is fontos, de ugye itt volt nálunk a, illetve fontosnak fontos, de nem tudom, hogy a Veszprémi Érseki Tudományi Főiskola mennyire kapcsolódik be, vagy hogy mennyire kiemelt ez a téma, mert hogy viszont a hármas oszlop, vagy ez a hármas fontos misszió az a főiskolán, az tartalmazza a teremtésvédelmet, és pont most beszélgettünk, itt első vendégünk volt Fischl Vilmos, és a teremtésvédelmi hétről is esett szó, ami
mire ők is fókuszálnak, tehát hogy ez a hét, ugye szeptember, hú, nem is tudom mikor kezdődik, azon a héten például a főiskolán fordítanak erre figyelmet? Konferenciákat szerveztünk, konferenciákkal indult az évünk, teremtésvédelmi konferenciával, egészen pontosan kettővel. Igen, 25-én indul. Igen. Szeptemberben. Mi azt tervezzük, van az egyház megyének kifejezetten környezetvédelmi referense, vagy megbízottja dr. Szalai Tíme a személyében, tehát a veszprémi főegyház megye annyira fontosnak tartja a teremtésvédelmet, hogy hivatali szinten is foglalkozik a kérdéssel, de a főiskola számára is fontos. Nincs előttem egy konkrét program, de mindenképpen szeretnénk folytatni a tavasszal megkezdett teremtésvédelmi konferenciáink sorát. Tehát elképzelhető, hogy ha nem is erre a hétre, de erre a teremtésvédelmi hétre, de az őszre be fogunk ütemezni egy teremtésvédelmi konferenciát, amely folytatja a tavasszal elindított sorozatot. Ez azért is jó, hogy előkerült ez a téma, mert hát az talán egy fontos adalék lehet a nézők számára is, hogy a Pannon Egyetem rektora is többek között adta a nevét és részt vett ezen a konferencia sorozaton, akiről tudjuk, hogy levegőkémikus és hát nagyon elkötelezett a teremtésvédelmi kérdésekben. Tehát, hogy már akadémikus arcokat is fel tudunk vonultatni és meg tudunk szólítani ezen ügy mentén. Tehát ez egy nagyon fontos vállalásunk. Mm-hmm. Nagyon sok mindenről beszéltünk, én azt hiszem, hogy sokaknak adtunk kedvet vagy ötletet itt a Veszprémi Érseki Főiskolára való jelentkezéshez. Mivel zárjuk? Tehát, hogy itt a képzési paletta vonatkozásában. A képzési paletta vonatkozásában? Hát azzal zár... A szolgáltatások képzésében. A szolgáltatások terén szeretném még elmondani, hogy azok a kurzusok, nem tudom én, amelyek ugye részét képezik a hitéleti szakirányi továbbképzési kontingensünknek, kiegészülnek felzárkóztatási elemekkel is. Tehát, hogyha valakinek szeretné megismerni a főiskolának ezt a műhely jellegét, teológiai akadémiai jellegét, az találni fog egy kurzuslistát, egy előadáslistát, amelyből lehet válogatni. Ez a lista például kiegészül romológia stúdiummal vagy kurzussal, cigánypasztorációval, tehát felzárkóztatással is, nem csak tehetségfejlesztéssel, felzárkóztatással is. Amit el tudnék így búcsúzóul mondani, és talán így kettcsinálóként akár felnőtteknek, akár középiskolásoknak, hogy azért érdemes a Veszprémi Érseki Főiskolát választani, mert ahogy abban a bejátszásban is elmondtam, nálunk a szeretet az személy. Nem egy fogalom, nem feltétlenül nem áll meg a metafizikai fogalmak szintjén, egy személy. A tehetséggondozás az pedig egy életforma. Tehát aki hozzánk jön, az reményeim és céljaim szerint elkezdi megtalálni a tehetsége határait, és a lehetetlenség határtalanságát, tehát hiszük és valljuk, hogy nincs lehetetlenség, hogyha a gondviselő szándékai szerint választunk magunknak élethivatást, a gondviselő szándékai szerint kezdjük el megismerni önmagunkat. Na jó, akkor legyen ez a végszavunk, mert hogy úgysem tudok ennél jobbat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Sebestyén József rektor volt a vendégem, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.